Orbán Viktor strasbourgi sajtótájékoztatóját egy váratlan akció szakította félbe. A DK egyik aktivistája játékpénzt szórt a miniszterelnökre. Céljaim világosak, megdönteni Orbán Viktor rendszerét. Gyekiszki Márton vagyok, 19 éves, Érdem vagyok, önkormányzati képviselő. A politika az tulajdonképpen 0 éves koromtól érdekelt már szinte. A DK az pedig úgy jött, hogy szerintem a DK egyedül a ma Magyarországon az a baloldali párt, ami képviseli azokat az értékeket, amiket én vallok. Mi volt ez a tegnapi akció? Mit akartál vele elérni? Ugye a tegnapi akció az már egy folytatása volt az első köcsei valuta akciónak. Fel akartam hinni a nemzetközi és a hazai sajtó figyelmét egyaránt, hogy Orbán Viktor kiárusítja a hazánkat Xi Jinpingnek és Putyinnak. Szerinted egy ilyen akcióval mit lehet elérni? Tegnap ugye itt megzavarták a sajtótájékoztatót, letepertek, de aztán folytatódott végül is. Hát ez az akcióban én például azt értem el, hogy az egész nemzetközi és hazai sajtó azzal foglalkozik, hogy megzavarták Orbán Viktor beszédét, nem pedig azt, hogy mit mondott. Ugye Orbán Viktornak is, ha megnézzük a kommunikációját, megnevezett engem, és szerintem világos, hogy ezt azért tette, mert hogy az ő üzenete az nem ért célba, és valamivel reagálnia kellett arra, hogy megzavarták a sajtótájékoztatóját. Sajnos ilyen a politika, hogy a legtöbb embert az érdekli, hogyha valami hangos, ha valami látványos, ami gyorsan pörög, ami könnyen fogyasztható. Ez egy olyan akció, és tényleg szerintem majdnem mindenki látta ezt az akciót. Ha jól tudom, 2004-ben születtél, igen, ugye? Miért a DK-t választottad ennyi idősen? Mert abban a más pártokat szokták a fiatalok választani, hogyha politizálni kezdenek. Hát szerintem a DK képviseli teljesen világosan a baloldali értékeket, ugye én egy baloldali ember vagyok. Szerintem ma Magyarországon fiatalnak, idősnek, középkorúnak baloldaliként egyedül a DK megoldás. De vannak emlékeid mondjuk Gyurcsány Ferenc kormányzásáról, vagy abból az időszakból? Vannak emlékeim, elképesztően sok. Például mindenki, és az én családomban is érezhető, hogy a pénztárcánk az sokkal jobban állt, és az anyagi helyzetünk sokkal jobb volt a Gyurcsány kormányban. Például nem volt 402 forint egy euró. Most akkor tényleg ilyen nemzetközi figyelmet vontál magadra? Milyen céljaid vannak a politikában még? Hát a céljaim világosak, megdönteni Orbán Viktor rendszerét. Szerintem nagyon jó úton haladunk. És mi történt azután, hogy téged ott letepertek és kivezettek? Ugye engem Orbán biztonsági őrei tepertek le. Eladta Putyinnak, eladta Xi Jinpingnek! Kivezettek és átadtak engem a nagyon kedves strasbourgi biztonságiaknak, akik elkérték a belépőmet, elkérték a személyigazolványomat, ellenőrizték és aztán 3 perccel később már szabad ember voltam. És nem tiltottak ki, vagy nem bírságoltak meg, vagy van valami szankció a tegnapi akció miatt? Nem történt semmi, mehettem a dolgomra, ugye? Most azért vagyunk itt kint, mert hogy mindjárt megyek haza. Ja, de amúgy visszaengednének? Visszaengednének, nekem a belépő napom az 2 napra szólt. Őszintén, szerintem még kell itt valamit csinálnom.